fővárosunk baloldali vezetésére eddig is jellemző volt a szélsőségesen liberális eltörlés kultúra hatására az a cselekedet, hogy közterületeket neveztek át, magyar hősökről elnevezett közterületeket gyalázatos módon. Erre az egyik legismertebb példa talán az volt, amikor az Árpád vezérről elnevezett metróállomást nevezték át Göncz Árpád városrészre. Megélhetjük még azt is, tekintettel arra, hogy Karácsony Gergely kitűzte az ukrán zászlót a városházára, hogy a fővárosi Bajcsi-Zsilinszky útból a végén Bajcsi-Zelenszky út lesz. A kormány oldalra nem volt eddig jellemző ez az átnevezés stílus, ellenben most eljut az a pillanat, amikor úgy érezték, hogy a Petőfi laktanyát át kell nevezniük Mária Terézia laktanyára. Egyszerűen értetetlen számunkra, hogy mi vezetette ez a döntéshez, hogy a Honvédelmi Minisztérium mi alapján találta ki, hogy pont Mária Terézia legyen az, akiről ezt a laktanyát el kell nevezni. Felhívjuk a döntéshozók figyelmét arra, hogy amikor Petőfi Sándor azt írta, hogy akasztjátok fel a királyokat, hogy nem arra gondolt, hogy a Habsburg uralkodó tábláját kell kiakasztani a főváros egyik emblematikus laktanyájának a bejárata fölé. Azt is el szeretném mondani, hogy Mária Terézia, miközben magyar katonákat vitt külföldre, hogy a saját örökösödési érdekeit képviselje, illetve megvédje, közben idegen hadtesteket állomáztatott Magyarországon, mindeközben pedig Petőfiék és a márciusi ifjak megírták a 12 pontot, amiben megalapították a magyar katonapolitika, lefektették a magyar katonapolitika leglényegét. A magyar katonákat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. Mindenre tekintettel nyomatékosan tiltakozunk az ellen, hogy megváltoztatták a laktanyánk nevét. Isten után legszebb és legszentebb név a Honvéd nevezet. Hogy ne iparkodnám hát megérdemelni ezt a szép nagy nevet? Írta Petőfi Sándor a Honvéd című versében, de a Fidesz jelenlegi honvédelmi minisztere szerint legnagyobb költőnk, a Honvéd őrnagyként hősi halált halt Petőfi nem érdemli meg, hogy róla laktanya legyen elnevezve. Ezért nem szégyellik épp most a Petőfi emlékében átnevezni a Petőfi laktanyát. Ráadásul a Habsburg megszállók uralkodója Mária Terézia nevét véve fel. Petőfi örökségét nem engedhetjük át a baloldalnak. A francia vagy a bécsi forradalommal ellentétben nálunk nem csak a rebellióról szólt 1848, hanem Magyarország függetlenségéről is. A szabadság harcunk 175. évfordulójának megcsúfolása ez. Sokan szolgáltunk honvédként a Petőfi laktanyában, a magyarok szívéhez nőtt a vitéz Szurmai Sándor Budapest helyőrség dandár bázisául szolgáló laktanya, illetve elnevezése. Jobb lenne, hogyha a magyar hősökről neveznének el laktanyákat, nem pedig idegen uralkodókról. Ráadásul Mária Terézia parancsára több száz fegyvertelen székelyt gyilkoltak le Madéfalván, miután a határőrök ragaszkodtak ősi jogukhoz, hogy ne vihessék el őket külföldre harcolni. Ez így most egy újabb rossz üzenet a külföldi katonai szolgálatokat amerikai érdekek mentén vállalni nem akaró jelenkori honvédeknek is, akik inkább csak a saját hazájuk megvédését szeretnék. A véreskezű császárnő Mária Terézia jelentősen támogatta Erdély elrománosítását. Az ő uralkodásának 4 évtizede alatt vált az addig magyar többségű Erdély román többségűvé. Az általa vezetett központi kormányzat erőszakos betelepítései nyomán az addig kisebbségben élő románok populációja meg négyszereződött a Kárpátokon túli török fennhatóságú területekről áttelepített románokból. A székelyek ellen elkövetett tömeggyilkosság Madéfalvi emlékművénél. Idén megemlékezést is tartott a Mi Hazánk mozgalom, amikor a csíksomlyói búcsúra mentünk, most pedig Kövér Lászlónál kezdeményeztem az országházon lévő székely zászló félárbocra engedését a laktanya átnevezése miatt, illetve írásbeli kérdéssel fordultam
a kulturális miniszterhez panasszal, mert nem engedünk a 48-ból.